Sziasztok! Én Balázs vagyok, és a mai videóban ismételten itt van mellettem Ági. Sziasztok! És egy újabb, nagyszerű trükkel jelentkezünk nektek. Ugye, mint látjátok, továbbra is a szobámból jelentkezünk a fűhadiszállásról, mivel még mindig karantén helyzet van, és még mindig nincs egyetem, úgyhogy még nincsen Szeged, meg semmi ilyesmi, úgyhogy Félegyházán szépen bentről jelentkezünk nektek. Egy újabb, jóslatos trükkel fogunk jelentkezni. Remélem nem látszik át, nem akarom, hogy átlátszódjon ez a jóslatom. Ez lesz majd a jóslat, na de ez majd akkor a trükk során, úgyhogy vágjunk is bele a trükkbe! Szóval akkor vágjunk is bele a trükkbe, Ági. Mostanában elég sokat dolgozok, én mindig én mutatom a trükköket, úgyhogy most te fogsz egy kicsikét trükközni, de hát pontosabban te fogod csinálni a trükköt. Adok neked pár kártyalapot, és ezt egyszer fogd is meg, a többit el is rakhatom, és arra foglak téged kérni, hogy keverd meg ezt a kártyacsomagot, de oly módon, különleges módon, hogy az asztal alatt majd be fogod vinni a kártyákat, és úgy kevered össze, hogy pár lapot így megfordítasz, pár lapot visszafordítasz, össze-vissza keverheted tényleg, és arra kérlek, hogy ne csak így kevert, hanem tényleg úgy, hogy az egyik lapokat fejjel lefelé fordítod, a másikokat fejjel fölfelé, tehát tényleg össze-vissza legyen minden kártyalap. Erre kérlek téged. Úgyhogy senki ne látja, se te, se én, se a nézők, ez csak is a kezeidre tartozik. Csak kezeidre? Hát a te kezeidre. Mert igen, te az asztal alatt a kezeiddel össze-vissza forgatod a kártyákat. Na, nézzük is meg, hogy sikerült. Azokat a kártyákat, amik fejjel lefelé lesznek, azokat szépen kivesszük, és ezeket félre is rakhatjuk. Ugye nyilván semmilyen módon nem befolyásoltalak téged, ugyebár nem is tudtalak volna befolyásolni, ha akartalak volna se, úgyhogy úgyhogy itt maradt még egy pár lap, most arra kérlek, hogy ezeket a lapokat dobd föl a levegőbe. Hát csak így nyugodtan, bátran, akár le is esett a földre, úgy van. Itt leestek a kártyalapok, és föl is veszem azokat, amelyek fejjel lefelé vannak. Ugye a fejjel lefelé lévő kártyákat szépen kirakjuk, és itt maradtunk ezekkel a kártyákkal. Most arra kérlek, hogy megint itt be az asztalá, és megint keverd őket össze-vissza, fordítgassad meg szépen visszafelé mindenhogy. Kész, egy lapot félre is rakhatunk. Arra kérlek, hogy ezt még egyszer csináld meg az asztal alatt, megint csak. Megint az asztal alatt, igen. Sikerült. Kettő darab kártyalap ki is kerül a dobozba, és egy darab kártyalappal maradtunk itt, ez pedig a Káro Bubi, nem befolyásoltalak, földobtad, ahogy estek, úgy puffantak, összekeverted, minden, és itt, mint mondtam, itt van egy jóslatom, és nézzük is meg, hogy melyik ez a jóslat. Ez a jóslat nem más, mint a Káro Bubi, úgyhogy megegyezik a jóslatom azzal az egyetlen kártyával, amit pont úgy kevertél, hogy ez legyen az utolsó lap, ami fejjel fölfelé van. Egészen elképesztő, nem de? Hihetetlen vagy, Balázs. Hát teljesen nem hihetetlen. Lássuk is a magyarázatot. Szóval akkor vágjunk is bele a magyarázatba, de még mielőtt ugye belevágnénk a konkrét magyarázatba, a trükknek szeretném megemlíteni a mai videó szponzorát, a már jól megszokott deckmaster.hu-t, akik ezt a nagyszerű kis TCC-s kártyacsomagot is küldték nekünk. Hogyha tetszik ez a TCC-s kártyacsomag, vagy bármelyik másik az oldalról, akkor a linket megtehetek a leírásban, és hogyha a KM kuponkódot is felhasználjátok, akkor még 10% kedvezményt is kaptok. Egy másik szponzora a videónak pedig az én általam futtatott Philotalking podcast, amit én és az egyik barátom csinálunk. Egy nagyon-nagyon, hát bűvészkedéshez mondjuk semmi köze nincsen, de hogyha érdekel titeket az én véleményem igazából bármiről a világon, akkor azt itt csekkoljátok le. Na, és akkor ugye, akkor térjünk rá a mai trükkünk magyarázatára, ami nagyon egyszerű trükk lesz, tényleg semmi kártyás fogás nem kell hozzá, megint bárki meg tudja csinálni, viszont kell hozzá egy úgynevezett gimmick kártyalap, tehát egy olyan kártyalap, ami nem olyan, mint a többi kártya, hanem egy teljesen más. Milyen ez pedig nem más, mint ez a dupla oldalú Káro Bubi. Ez egyébként nincs benne a TCC csomagban, tehát hogyha szeretnétek, akkor ne ezért vegyétek meg a TCC-t, mert ebben nincs benne ez. Én nekem külön egy ilyen bicycle-ös gaff kártyacsomagból vettem ki, hogyha nektek nincs ilyen kártyátok, akkor elő is tudjátok állítani magatoknak, tehát nem kell aggódni, bár hogyha van, akkor az sokkal jobb megoldás lenne, tehát hogyha tudtok, akkor mindenféleképpen szerezzetek egy ilyet, de hogyha nincs, akkor megtetitek azt is, hogy nagyon szépen összeragasztotok két kártyalapot, és egymásról ugye nyilván háttal, és akkor
ilyen, ugyanazt a kártyát ragasztjátok össze két csomagból, és az is működőképes lehet, de arra figyeljetek, hogy nagyon szépen ragasztjátok össze, mert ugye a néző meg fogja fogni ezeket a kártyákat, és érezni fogja, hogyha nem ragasztjátok össze rendesen, vagy hogyha fölpördül a kártyának az oldala, tehát nagyon szépen minden oldalát ragasztjátok rendesen, és akkor úgy gondolom, hogy az is működőképes lehet, de mindenféleképpen jobb, hogyha szereztek ti is egy ilyen dupla oldalú kártya lapot, és akkor vágjunk is bele, ugye, hogy konkrétan hogyan működik a trükk, bár igazából ennyi a trükk, tehát, hogy innentől kezdve úgy gondolom, hogy magatok is rá tudtok jönni, kell hozzá egy jóslat, ezt a jóslatot vagy írjátok föl, vagy szerezzetek egy ilyen A5-ös kártyacsomagot, ami mostantól a jóslatokat így fogom lerakni, hogy itt a jóslatom és itt A5-ös kártyalap, de egy papírlapra fölírjátok, az is teljesen megfelel, és ezt követően annyi a dolgotok, hogy ezt a dupla oldalú kártyát berakjátok mondjuk, nem is tudom, a 11, 2, 3, 4, bár alulról a valahanyadik helyre, hogy mondjuk egy ilyen 11-2 lap legyen, és ezt követően pedig mondjuk a nézőnek, hogy most ő fog trükközni, és itt leveszünk pár lapot. Én azt javaslom, hogy egyel a kártya után vegyétek le, tehát hogy ne közvetlenül a kártyánál, hanem egyel utána, mert akkor ugye nem fog látszódni rögtön, hogy itt van ez a kártyalap, tehát ez így talán jobb, hogyha vedd a néző, mondjuk megfordítja a kártyalapot, nem fog rögtön kilátszani, vagy megfordítja a csomagot, és ezután csak igazából mondjuk a nézőnek, hogy mit csináljon. Az első instrukció, amit adunk a nézőnek, az, hogy vigye be a csomagot az asztal alá, és az asztal alatt keverje meg úgy, hogy össze-vissza fordítgatja a kártyákat, és úgy közben így is keverhet el, bárhogyan a lényeg, hogy minél jobban keverje össze, és legyen össze-vissza forgatva a csomag, úgyhogy ezt meg is teszem most gyorsan, megfordítok pár kártyalapot, és ugye nyilván mivel ez a káró bubi két oldalú, ezért ez soha nem fog megfordulni, és akkor szépen kiválogatjuk azokat, amik fejjel lefelé lesznek, és ezeket szépen kivesszük mondjuk a nézőnek, hogy ezekre már nincs szükségünk. Ezt követően alkalmazhattok egy olyan technikát is, hogy megkérjétek a nézőt, hogy dobja föl a kártyákat, mondjuk kicsikét bátrabban, csak nem szeretném, hogy szétmenjenek a szobámba, úgyhogy földobjátok, így meg ilyen az egész megfordult, de mondjuk tegyük föl, hogyha a néző szépen földobja, akkor mondjuk lesz pár, ami nem lesz megfordulva, és amik meg vannak fordulva, azokat szépen félre is rakhatjuk. Erre egyébként készüljetek, hogyha a nézők földobják, akkor biztos, hogy a felelem az asztalon fog landolni, úgyhogy ezzel számoljatok, hogy a földről kell majd összeszedni a kártyákat, és ezután pedig ismételten megkérjük a nézőt, hogy az asztal alatt fordítgatsa és kevergesse a kártyákat össze-vissza, és ismételten egy darab kártya lesz így kivéve. És még egy ilyen kis tipp, ami esetleg fölmerülhet bennetek, hogy mi van akkor, hogyha a keverés sorozatnak a végére esetleg kettő darab kártya marad, és akkor esetleg föltűnő lehet a nézőnek, hogyha mondjuk ide leviszi, és mondjuk egyiket megfordítja, és ez pont a bubi, akkor kettő fejjel fölfelé lévő lap lesz, tehát itt el fog gondolkodni, hogy mi történt itt a lapok, lehet, hogy nem egészen jó. Én erre az esetre azt tudom nektek javasolni, hogy mikor kettő darab kártya marad esetleg véletlenül, akkor kérjétek meg a nézőt, hogy csukja be a szemét, kicsikét összekeverjétek, és csukott szemmel csinálja, hogy még ne legyen esélyese befolyásolni, hogy melyik lap lesz fejjel lefelé, és aztán pedig ő csukott szemmel fogja ezt megcsinálni, és csukott szemmel pedig talán kicsikét jobban ki fog ez így jönni, hogyha elég sokáig kevergéli meg csukott szemmel, akkor nem fog neki föltűnni, hogy itt valami túlpriság lehet a dologban. És a lényeg az, hogy a végén ugye egy darab kártya marad, ez pedig nem más, mint a dupla oldalú bubink, mert hát ugye ez soha nem fordulhat fejjel lefelé, tehát biztosan ott marad fejjel fölfelé, és ekkor felfedjük a jóslatot, hogy meg is van a káró bubi, sikerült kitalálnunk, hogy melyik az a kártya, amelyiket a néző fejjel fölfelé fogja majd tartani ennek a folyamatnak a végén. Egyébként, hogyha valami más ötletetek is van, hogy hogyan lehetne még így megkeverni a csomagot, hogy fejjel fölfelé vagy fejjel lefelé legyenek a lapok, akkor alkalmazhatjátok azt is, mert tényleg bármilyen módszerrel sikert fogunk aratni, mert hát ugye nyilván a bubinak soha nem lesz fejjel lefelé az oldala, tehát ez örökre fölfelé fölfelé lesz, de ez a két módszer, amit én láttam, ahonnan tanultam, és én is ezt a kettőt tudom így hirtelen, úgyhogy ennek a folyamatnak a végén pedig ugye kész van a jóslatos trükkünk. Egyébként ez egy nagyon erős trükk lehet, hogyha minden összeáll és minden tökéletesen bejön a trükkbe, akkor tényleg egy baromi erős effektről van szó, mert a néző teljesen szabadon csinál mindent, és a végén mégis kijön ez a jóslat, úgyhogy mindenféleképpen ajánlom kipróbálásra nektek, lehet, hogy nem ez lesz a kedvenc trükkötök, de egy nagyon erős effektről van szó.
Úgyhogy ennyi lett volna a mai videó. Még egyszer, hogyha szeretnétek esetleg ezt a kártyacsomagot megvenni, a TCC-t, akkor a deckmaster.hu-t csekkoljátok, ha pedig a podcastemre vagytok kíváncsiak, akkor pedig a Philotalking-ot, a YouTube csatornát is belinkelem, illetve Spotify-t is találtok, hogyha érdekel titeket. A linkek a leírásban benne lesznek. Na de, én le is zárom a mai videót, én Balázs voltam. Sziasztok!